Sziasztok mindenki! Ma ketogén zsömlét fogok csinálni, de nem akárhogy, hanem megtöltöm. A ketogén zsemle az nem az én találmányom, tehát én is úgy láttam egy másik videóba. Na de, hogy megtöltöm és sikerül-e, az most kiderül. Nézzük! Eredeti recept szerint kell hozzá 4 darab tojás, de én 1 tojásnyi vizet fogok belerakni. Spórolok a tojással, már kipróbáltam, ugyanúgy tökéletesen finom lesz. Kell hozzá, szerintem mindegy milyen mag, én most tök magot és chia magot teszek bele, hogy mennyi az annyi, az le lesz írva az infoboxba, összedarálva természetesen. Kell hozzá utifűmaghéj, ezt próbáltam már másra helyettesíteni, az utifűmaghéj az nagyon klasszul beszívja magába a nedvességet, tehát így megköti a tésztát, úgymond, tehát legjobb az utifűmaghéj. És egy kis krémsajt, teljesen natur. Kell hozzá só természetesen, sütőpor, és amivel meg fogom tölteni, az van egy kis olasz kolbászkám, van egy szépen formára hajtott mozzarellám, ilyen szép nagy volt, és ütöttem egy kis békönt. Nem mindegyiket fogom megtölteni, marad, amelyik natur marad. Hát ezt most összekeverjük mindegyiket, illetve a tölteléket nem, csak az alapanyagokat, és visszajövök. Először a tojásokat a vízzel, az őrölt magokkal, sütőporral és a sóval keverem össze. Aztán jön majd a krémsajt, és utoljára az utifűmaghéj. Elővettem a biorobotgépemet. Ott keveri, keveri. Odafigyelj! Mégis csak a férfiaknak ez jobban megy. Jaj, ügyes vagy. Szép, szép. Minden össze van keverve, félretesszük egy 10 percet pihenni. Addig a sütő már természetesen be van melegítve, úgyhogy előkészítve a sütőpapíros kis tálcám, hajrá! Letelt a 10 perc. Én elosztottam 8 fele. Ha ez sima üres zsemle, akkor ebből egy szép 6 kényelmes zsömle kifér. Én most azért csináltam 8 részre, mert 4 nagy zsömlét fogok csinálni, és egyik az alja lesz, a másik a teteje, mivel töltöm. Na, próbálkozzunk! Természetesen vizes kéz kell hozzá, azt elfelejtettem mondani. A következő. Az egyik 8-ból csináltam egy ilyen alapot, egy kicsit kimélyítettem, hogy beleférjen a töltelék, és a másik 8-ot, a másodikat, azt rá fogom tenni, és csak összepróbálom húzni a két szélén. Szerintem sikerült. Na, teszem a sütőpapírra. Hát, megtöltöttem. Egyik a kolbászos, a mortadellás, a békönös. Ez meg így üres. Úgyhogy 4-et csináltam csak. Hát, nagyon kíváncsi vagyok. Megszórtam mákkal a tetejét, sütöm. Kész van. Gyönyörűen néznek ki. Valószínűsítem, hogy ez az üres. Ez lehet a mozzarellás, mert a szalonnás és a kolbászos, az egy kicsit a zsír kifolyt belőle. Majd megnézzük, amikor egy kicsit kihűlt, hogy melyik milyen. Eljött az igazság pillanata. Ez lesz, feltételezem, az üres zsemle. Felvágjuk. Hát igen, gyönyörű, mint azt vártuk, nem először csináljuk. Nagyon jól néz ki. Fincsi, reméljük. Hát, szerintem ez lesz a mozzarellás, ezt most csak így félbevágom. Nem, ez a kolbászos. Hú, oda nézzetek. Nagyon fincsinek néz ki. Wow, jól néz ki. Hát most már kíváncsi vagyok, melyik lesz a mozzarellás. Ez az. Nagyon jó. Ez meg akkor a békönös. Hát a békönök eltűntek benne. Benne vannak ugyan. De azt hiszem, hogy lehet, hogy sokkal többet is bele lehet tenni. De nekem ez így megfelel. Ízre benne lesznek. Nagyon szép, mint hogyha tényleg igazi kenyér van a tele buborékkal. Meg vagyok elégedve. Na, hívom a főkóstolómat. Főkóstoló, légy szíves, kóstoljál.
Már látom, beleharaptál. Na jó, finom. Akkor vacsorázzunk. Itt van a frissen elkészült keto zsömlém. Saját kisütésű zsírom van. A tepertője már nagyon hamar elfogyott. És itt van hozzá a zsíros zsömle hagymával. Ó, na, eszünk, ne zavarjatok. Szóval, a főkóstoló megkóstolta ugyan, de ő mindenre azt mondja, hogy jó, de meg kell mondjam, hogy valóban az. De ha rám hallgattok, csak a békönös csináljátok meg. A mozzarellás is jó volt, a kolbászos az elveszik az íze a kolbászkának a sütés közben. A békönös, ez jobban tele van, csak nem látszik. Na, az mindent visz. Nagyon-nagyon-nagyon finom. Sok sikert hozzá, jók legyetek!